Sziasztok, hogy vagytok? Attila vagyok. Ma egy nagyon különleges vendégem lesz. Mr. Smiley! Dehogy is! És ma egy nagyon különleges videót fogok készíteni, és a vendégem... Viki! Yeah! Mali! Viki! Mindenek előtt tisztázzuk, hogy miért van WC-papír az ujjadon. Ez nem WC-papír, hanem ez egy zsebkendő, és azért van rajta, mert elvágtam, miközben csináltam a salátát. A mai témánk a csók, házasság, szakadék, kihívás. Ennek a videónak az lesz a lényege, hogy egy pohárba cetliket raktunk, amiben felírtunk 9 darab könyvszereplőt, likik fiúkat, ilyen lányokat, és ebből fogunk kihúzni 3-at-3-at, és a végén eldöntjük, hogy kit ölünk meg, kit csókolunk meg, és kivel házasodunk össze. Mindkettőnknek van hozzánk kilő puhara, nekem Garfieldos, és Vikinek striptease táncos! És Viki pohárában vannak a lánynevek, a lánynevek. És akkor most kihúzok 3-at. Bella a Twilight-ból, ez könnyű ölés lesz. Emma a tusz titkot tartaniból, ez azért már nehezebb. Eléggé szőke. 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 Elteszem a hajadat. És a harmadik... Umbridge a Harry Potterből. Halljuk. Na hát azért ez nehéz döntés. Szóval kik van? Van Emma, Bella, Umbridge. Akit megölök, az nem kérdés, hogy a Bella a Twilight-ból. Szia Bella, szia, bye bye. Umbridge választom házasságra. Mindenki utálja, de én nagyon szeretem, hiszen macskás portréi vannak, amik mozognak. Az első Travis Maddox a gyönyörű sorstapásba. Őt öld meg! Második Christian Grey az 50 árnyalat trilógiából. Ez is egy könnyű ölés. Eddig két férjem lesz. És a harmadik, Jace a végzett erekjéi sorozatból. És 3 könnyű ölés. Egyértelműen Jace meghal. Na már most azon gondolkodom, hogy Travis Maddox legyen a férjem, hogy megverjen, miután később jöttem haza a zöldségestől, vagy Christian Grey, hogy megverjen, mert csak úgy. Vagy élvezi, mert ő élvezi, ha megveri az embereket. Igen. Na jó, én szerintem Travis Maddoxot megcsókolom, Christian Grey pedig a férjem lesz. Jó döntés! Ez meg, gyere. Ja, most én húzok. Az első, Triss a Beavatottból, na őt már azért szeretem. Katniss az éhezők viadalából, na ez aztán nehéz lesz. Holára jár? Katnissre! És Amerika a párválasztóból! Mindannyiukra! Hát én ennyiket sem akarom megölni. Én mindegyiket, cseréljünk! Megölöm Trisst, mert őt annyira nem bírom, szóval bocsi mindenki, bye Triss. És maradt Katniss és Amerika. Katniss és Amerika? Katniss én nem merném elvenni, hiszen Katniss eléggé durva, és mindenkit megöl, majdnem. Szóval, szia Katniss, Katniss jöjj el csókra, és Amerikát veszem el. Kár, hogy egy... SPOILER! Herceg a férje. Aki már király? Spoiler 2? Várja, ezt előbb kellene mondani, spoiler 2. Jó! Na húzzad! Démon a Luxenekből. Az Démon. Démon a Luxenekből. Maxon a párválasztóból. Na kit fogsz megölni?
Hát, ki a harmadik? A harmadik Edward Cullen a Twilight. Benny van. Hát, Maxon fogom megölni, hogy a Tilának lehessen felesége. Ja, ez az! Amerika! Hát nem akarok vámpír lenni, ezért Edward Cullen csók, Damon pedig a férjem. De hogyha megcsókol, meg tudsz harapni közben, és akkor vámpír vagy. Menj el innen, ülj el innen. Nem fog megharapni, mert nem olyan durva, mint Christian. This is the final countdown. June, a legendából June, nagyon bírom. June a legmenőbb csaj, akivel valaha találkoztam, én könyves mindenségben. Minden, legmenőbb. Clary a végzeterekjéből. És az utolsó, Daenerys a trónok arca van. Hát ez a kérdés, hogy Clary-t megölöm, mivel Clary idegesítő, szegényke, semmire nem jó, és törpe is, és vörös is, és bye. Nem olyan szép mondom, mint Amerika, bye Clary. Daenerysnek nem lennék a férje, mivel sárkányai vannak. Sárkányai, amik megesznek mindent. Szóval Daenerys csók, és June lenne az államfeleség. Mellette mindenkit kidobnék, bye bye Amerika. És nem fog megharapni a sárkányozót, mert ott hagytad egy csók után? Utolsó kör. Lássuk csak, ki lesz a 3M harmadik tagja. Ron Weasley a Harry Potterből, vagy Augusta csillagainkban a hibából. És nem csillagjainkban a hiba, már tudom. Pontosan. Vagy nem akarok mindig kijönni. Voldemort a Harry Potterből. Hát ez egy eltéltem. Az utolsó. Jaj. Hát ez nagyon nehéz döntés. Meg is hatódott a Voldemorttól. Igen, igen. Ráadásul most Ron Weasley és Voldemortot ugrasztam össze, értem. Úgyhogy inkább az egyiket megölöm. Legyen Ron, akit megölök. De Voldemortnak nincsen orra. Nem fog semmi sem akadályozni a csókolózásban. Úgyhogy ő lesz a csók. És August lesz a férjem. De... Ő meghalt? Vagy nem? De... Akkor özvegy vagy! Ez volt a mai videó, remélem tetszett nektek. Vickynek van egy blogja, aminek a címe ebivilaga.blogger.hu, amit lent belinkelek, nézzétek meg, nagyon jó. És tervezünk még egy ilyen videót csinálni, amiben ti írjátok le nekünk lentre a kommentekben a neveket, és abból fogunk kiválasztani 9-9 darabot, 9 fiút, 9 lány, és abból döntjük el, hogy kit lökünk le sziklán, kit csokolunk meg, és kit veszünk el. Hogyha ti másképp döntöttetek volna, írjátok le ezt is kommentben, ha tetszett a videó, és mi, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, nem sokára jövök az új videóval. Mi most magasabb vagy, mint én. Ne röhög el, én tiszta komoly vagyok, tiszta intellektuális, bármit is jelentsem. Lent vannak az elérhetőségeim, írjatok nekem. Nem sokára újra jövök. Sziasztok! Zsics! De ugye a mellem benne van? Persze, hogy benne van, az a lényeg. Meg előrült arcod. Nem tudok örült arcod, csak gyönyörűt. Amúgy most le fogják vágni az ujjamat? Adjak rá gyógypuszit. Kérlek!